Következő előadónk Bene Krisztián lesz. Krisztián 2010-ben védte meg a francia fegyveres kollaboráció a II. Világháborúban címmel doktori értekezését a Pécsi Tudomány Egyetemen. 2016-ban habilitált történettudományból, ugyan ebben az intézményben Franciaország a II. Világháború alatti történetének szentelt előadásával. 2015 és 19 között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával a II. Világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok történetét ő kutatta, zárójelentését kiemelkedőre minősítették. Számos hadtörténeti konferencia szervezője, a Hadtudományi Társaság Dél-Dunántúli tagozatának az elnöke és a Hadtörténeti Munkabizottság titkára. Krisztián előadásának címe az újjászervezett francia haderő etnikai összetétele és részvétele az anyaország felszabadításában címet viseli. 19. percnél jelezni fogok, és akkor, Krisztián, tiéd a szó, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatunk. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves részletes bemutatást. Előjáróban talán annyit említenék meg, hogy ahogy ez kiderült a bemutatásból is, viszonylag régóta érdekel a francia történelmnek a II. Világháború alatti időszaka, és elsősorban azok az epizódok, fejezetek, amik valamiért kicsit kevesebb figyelmet kaptak, nem csupán egyébként a globális vagy egyetemes történetírás részéről, hanem még gyakran Franciaországban is, aminek nyilván ennek az időszaknak az ellentmondásai és eléggé sok fordulóponttal tartított története lehet a ludas, amiért gyakran a francia történetírók sem igazán derítettek fényt bizonyos fejezetekre, és éppen ezért én most ennek az időszaknak szeretném egy olyan epizódját feleleveníteni, amely sokkal színesebb a szó sok jelentésében annál, mint ahogy azt általában beszokták mutatni akár Franciaországban, akár pedig a nemzetközi történetírásban, konkrétan tehát arról az időszakról, amiről kevesebb szó esik, 1940-44 közötti időszakra koncentrálva, annak a fegyveres erőnek a megszervezéséről, létrejöttéről és bizonyos aspektusairól, amely tulajdonképpen hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország végül is, annak ellenére, hogy 1940-ben vereséget szenvedett, a győztesek oldalán mégpedig viszonylag jelentős győztesként tudja befejezni a háborút, noha ugye erre nem túl sok minden predesztinálta korábban. Van egy képünk erről az időszakról, amelyet nagyjából ilyen fotók szoktak általában számunkra megeleveníteni, amely nem csak azért fekete-fehér, mert fekete-fehér, hanem azért, mert főleg ugye itt láthatjuk, hogy azért, ha szabad így fogalmaznom, anyaországiak látszanak rajta. Az előadáson pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy bemutassa, hogy ez a történet messze nem volt ennyire fehér, hanem akár fekete, barna és nagyon sok színárnyalatú is, még ha erről szeretünk is megfeledkezni. A következő pontok mentén szeretném felépíteni az előadást, tehát ennek a haderő újjászervezésnek a különböző részeiről egy kis történeti áttekintéssel, az etnikai összetételről, amely ugye különösen fontos jelen pillanatban számunkra, majd az anyaország felszabadításában játszott konkrét részvételről, majd végül pedig egy olyan érdekes epizódról, amelyet nem nagyon szoktak emlegetni, mégpedig ezeknek az alakulatoknak a kifehérítéséről, erről a híres blanchimentről, amiről nem túl gyakran szoktak általában megemlékezni. Noha, ugye itt a képen látható alakulatok, katonák viszonylag jelentős szerepet játszottak ebben a történetben. De hogy jutunk el ide? Ugye tudjuk, Franciaország belép a világháborúba, következik a Dôle de Guerre, egy furcsa háború időszaka, amit a német offenzíva fog majd lezárni, ami meglepő módon nagyon gyorsan egyébként végzetes csapást fog mérni a francia és a vele szövetséges Nyugat-Európában állomásozó haderőkre, aminek következtében június 22-ével
gyakorlatilag Franciaország befejezi a háborúban való hivatalos részvételét, legalábbis egy fegyverszünetet köt, innentől kezdve elméletileg nem hadviselő fél. Ugyanakkor a történet itt két részre ágazik, hiszen van egy Charles de Gaulle névre hallgató tábornok, aki közben Londonba repült, egy londoni rádióbeszéddel felhívja magára a figyelmet, és megkezdi az úgynevezett szabad francia erők létrehozását. Tehát alapvetően van egy francia államunk, és van egy szabad Franciaországunk, amelyek egymással párhuzamosan, gyakran egymással szemben léteznek. Anélkül, hogy kitérnénk ennek a szembenállásnak a részleteire, érdekes módon, amikor 1942. novemberében az angol száz erők partra szállnak Észak-Afrikában, akkor ott gyakorlatilag akarva-akaratlanul ez a két haderő egy táborba fog kerülni, még ha nem is könnyen, hiszen az itt állomásozó erők a korábban egyébként kormányfői feladatokat is betöltő D'Arlan admirális vezetésével átállnak a szövetségesek oldalára, mi több bekapcsolódnak majd a tengerhatalmak elleni hadműveletekbe, viszont mivel D'Arlan ki fog kerülni a képből, mivel nem egészen tisztázott körülmények között merénylet áldozatává válik, az amerikai és általában az angol száz erők támogatásával egy hadifogságból nemrég szabadult francia tábornok, Henri Giraud tábornok fogja az itt állomásozó egyébként igen jelentős haderőnek a vezetését átvenni, akit ugye itt éppen egy eléggé, ha úgy szabad fogalmaznom, félretetetlen helyzetben láthatunk, itt lehet látni, hogy amerikai támogatottság van mögötte. Ugyanakkor de Gaulle itt van, és de Gaulle nem csak egy elszánt katona, de rendkívül harcos politikus is, aki próbálja ugye a saját helyét biztosítani ebben a történetben. Valamilyen kompromisszumot kellene létrehozni, ezt megpróbálják gyakorlatilag egy ilyen fehér asztal melletti leültetéssel megoldani, ami nem igazán fog jól működni, viszont de Gaulle egy mestervágással, minimális kísérlettel Algériába repül, leül Giraudval, megállapodik vele, majd pedig a megállapodás megkötése utáni hónapokban szép lassan, fokozatosan ki fogja szorítani vetétását a hatalomból. Innentől kezdve tehát gyakorlatilag a francia gyarmatbirodalom és az itt állomásozó haderő az ő irányítása alatt fog majd újjászerveződni az itteni szívélyes készfogás ellenére, tehát gyakorlatilag ő lesz ennek a történetnek a vezetője és a nyertese. Az új haderőt felszólítási hadsereg néven ismeri a francia történetírás, hivatalosan 1943. augusztus 1-én jön létre a fent említett két haderőnek az összevonásával, amelynek részére a fegyverzetet a korábbi megállapodások alapján az Egyesült Államok fogja leszállítani, illetve gondoskodik a kiképzésről. Itt már egy olyan alakulat látható, az Antillákról érkező lövészzászlóalj, amelynek a tagjai ugye ezt a fegyverzetet, felszerelést fogják megkapni, tehát amerikai típusú ellátmánnyal fognak ők majd harcba indulni. Mi az, ami létrejön? Hát ugye alapvetően általában három fegyvernemet különböztetünk meg, bár a továbbiakban majd inkább a szárazföldi haderőre fogunk összpontosítani. Egy 8 hadosztályból álló szárazföldi hadsereg, a légierő 600 repülőt fog kapni, a korábbiakat gyakorlatilag selejtezik, hiszen pár év alatt teljesen elavultak, a haditengerészet pedig összességében 240 felújított vagy modern hadihajóval bír, ami ugyan nem egy sorsdöntő jelentőségű a II. Világháború összecsapásaiban, de mégis egy jelentős erősítés a szövetségeknek, így ez már egy valamilyen szinten viszonylag érdemi részvételnek tekinthető, ha jól tudják felhasználni és kiaknázni ezeknek az erőforrásoknak a korlátait. Ugye itt is egy újabb alakulat, egy gyarmati lövészzászló látszik, teljes egészében amerikai felszereléssel. Ha megnézzük az etnikai összetételt, akkor nagyon érdekes, hogy bár a szabad francia erők egyfajta hőseposzi rangba emelkedtek az elmúlt 70 évben, de mai napig nincs egy pontos lista arról, hogy kik szolgáltak benne. A francia történetírásban is teljesen eltérő számok vannak azzal kapcsolatban, hogy itt 50, 60, 70, 80 ezer ember szolgált-e. Ami biztos, hogy voltak külföldiek, tehát külföldi állampolgárok, főleg egyébként spanyol volt köztársaságiak, de egyébként még magyarok is egy százas nagyságrendben. Mindemellett ugyanakkor, ami számunkra különösen érdekes, hogy ennek a haderőnek az biztos, hogy mintegy 30 ezer tagja, tehát körülbelül a fele, gyarmati haderő kötelékében szolgált, ami azt jelenti egyben, hogy nem francia állampolgár volt, tehát valamilyen szubszaharai, észak-afrikai, madagaszkári, esetleg Antillákról, Csendes-óceánról származó gyarmati katona volt. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy itt már van egy igen jelentős benszülött
vagy mondjuk úgy nem francia jelenlét. Ha megnézzük a másik oldalon az afrikai hadsereget, ugye, ami ennek a fúziónak a másik egyébként létszámban komolyabb erejét adta, akkor azt láthatjuk, hogy már a háború előtt is nagyjából olyan 2-1 arányban voltak itt a benszülött katonák az európai, vagy pedig úgynevezett fekete lábú katonákhoz képest, tehát olyan európai származások, akik már egyébként Afrikában látták meg a napvilágot, illetve ott éltek. Itt van egy igen komoly változás, hiszen az 1940-es hadjáratra feldúzzasztják sorozással ezt a kontingenst, majd pedig nyilván a fegyverszüneti feltételekhez igazodva ez jelentősen vissza fog esni, de alapvetően az arányok nem változnak, tehát itt is egy benszülött túlsúlyú haderőről beszélhetünk összességében, ez egész egyszerűen kétségtelen tény, amit meg lehet állapítani, tehát összességében a két haderő fúziója azt jelenti, hogy itt egy felében, vagy akár 60%-ában benszülöttekből álló haderővel kell számolnunk. Miután összevonják ezt a haderőt, beindul egy jelentős toborzási folyamat, 15 év folyamat fognak behívni, mozgósítani egyébként Észak-Afrikában, amely ugye viszonylag jobban megszervezett és nagyobb létszámú lakossággal bír. Így az elméleti létszám egy egészen komoly 700 ezer főre nő, valójában nyilván ez nem jelenti azt, hogy ennyi embert föl lehet szerelni, be lehet vetni, mert mindenki alkalmas lenne egyáltalán arra, hogy fegyvert fogjon. Amit jól mutat az is, hogy itt 42-43-ban mintegy 75 ezer fős mozgósító haderő van mindössze, tehát ugye alig tizede annak a létszámnak, amit majd kicsit később látni fogunk, de ennek kétharmada valamilyen afrikai vagy gyarmati alakulatban szolgál, majd 43-44-ben, amikor föláll egy francia expedíciós hadtest, akkor ott még csupán alig több mint 100 ezer főről beszélhetünk, ott is egy viszonylag jelentős afrikai részvétellel, majd pedig, amikor a franciaországi partraszállás, ugye számunkra igazából nem is a normandiai, hanem a provanci lesz az érdekes, ahol egy sokkal jelentősebb francia részvétel van, ott is azt látjuk, hogy gyakorlatilag minden második fő gyarmati katona, tehát nem igazi francia állampolgár a szó klasszikus értelmében, mint ahogy egyébként itt az egyik győzelmi parádén is látszik egy francia vidéki városban, már 1944-ben természetesen. Hogy is zajlik az anyaország felszabadítása? Ennek első lépése Korzika visszafoglalása volt, amelyet ugye mindig az anyaországhoz számítanak mind a mai napig közigazgatásilag, tehát nem tengeren túli terület. Itt gyakorlatilag kirobban egy olyan ellenállási felkelés, amit egyébként az időközben fegyverszünetet kötő olasz helyőrség is támogat a németek ellen, majd pedig megérkezik egy kisebb katonai kontingens Észak-Afrikából, tehát nem beszéltünk egy klasszikus nagy katonai hadműveletről, viszont egy fontos előretolt bázist fog szerezni magának a szövetséges hadvezetés, ahonnan már sokkal könnyebb lesz a dél-franciaországi hadművelet kivitelezése, végrehajtása, ugye itt éppen a francia katonák már viszonylag békésen érkeznek meg Korzikára. Ezt követően ugye van a nagy partaszállás, amit mindannyian ismerünk, az Overlord hadművelet, ugye a D-Day, ahol érdekes módon franciákkal igazából csak mutatóban találkozunk, hiszen itt a Kiefer tengerészgyalogos kommandónak még 200 főre se rugó alakulata vett csupán részt, majd augusztusban fog megérkezni a második francia páncélos hadosztály, amit találkozni fogunk, amely ilyen második-harmadik hullámban már ugyan, de ebben a régióban fog harcolni, ugye itt szintén ugye amerikai felszerelés Sherman tankokat látunk. Ami számunkra sokkal inkább francia hadműveletnek tekinthető, ez az augusztus 15-én Dél-Franciaországban, Provence-ban végrehajtott szövetséges partaszállás, ahol ugyan amerikai koordinálású és vezetésű hadműveletről van szó, és nyilván a felszerelés és úgy általánosságban a partraszálló járművek is mind amerikaiak, de alapvetően itt francia túlsúly van, hát ugye francia abban az értelemben, amit az előbb láttunk, és ez a hadművelet, ami nem is igazán számított a német parancsnokság, egészen sikeresnek bizonyul, hiszen néhány hét alatt az egész régiót felszabadítják, majd pedig megindul az előretörés Párizs az ország központi északi részei felé, tehát alapvetően, bár ezt ritkábban szokták emlegetni, egy viszonylag gyors, lefolyású, sikeres és kevés veszteséggel járó hadművelet volt, aminek ugye az előkészítését és a végrehajtását ezen az ábrán lehet látni, hogy mennyi irányból kellett mozgósítani alakulatokat, de utána viszonylag gyorsan ugye a sikerek is követték ezt a partaszállási hadműveletet. A hadművelet további része ugye az volt, ahol összetudták zárni ennek a két előtörő éknek
a szárait, mégpedig erre majd Párizstól keletre fog sor kerülni 1944. szeptemberében, amire már egyébként Párizs is felszabadul, vagy névfelkelés tör ki, ugye a francia ellenállásnak a szervezésében, amit majd a fent említett francia páncélos hadosztály fog igazából kisegíteni, megmenteni, megerősíteni, mivel az amerikai parancsnokság engedélyezi egyébként a Leclerc tábornok által vezetett alakulatnak azt, hogy előre törjön, így pedig végül is a francia fővárosnak a felszólítása egy francia nemzeti ügyként nyilvánul meg, és francia sikerként vonul be a történelembe, bár ezzel kapcsolatban nyilván azért egy kicsit óvatosnak kell lennünk, hiszen a kontextus nélkül ez sem működne, de alapvetően ugye itt is látszik a diadalív árnyékában harcolnak a második hadosztálynak a katonái, és sikeresnek bizonyulnak. Az eredmény gyakorlatilag az, hogy Franciaország nagy része felszabadul 1944 végére. Kis helyen vannak elszigetelt katlanok, van még ugye itt egy nagy ellentámadás majd 1944 decemberében, amiből egyébként kijut majd a franciáknak is az oldalszárnyakon, de gyakorlatilag néhány haditengerészeti bázis leszámítva 1945 tavaszára az ország felszabadul, sőt a franciák már Németország megtámadásában, elfoglalásában, vagy megszállásában is részt vesznek, amit majd egyébként egy megszállási zóna számukra való biztosítása is egyébként elismer valamilyen szinten, hiszen mégiscsak hozzájárultak ehhez a sikerhez, és hát van egy De Gaulle, aki rendkívül jól tud alkudozni, ezt se felejtsük el. Alapvetően tehát azt látjuk, hogy ebben a történetben ennek a viszonylag kompetens és ugyan szövetséges együttműködésben kell értékelni a teljesítményt, de alapvetően sikeres haderőnek az eredményei igazából nem kismértékben, sőt, talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nagyobb mértékben a gyarmati származású katonák teljesítményének köszönhetőek, ami nem csak a létszámaránynak tudható be, hanem annak is, hogy ezek a katonák többségükben hivatásosok voltak, tehát voltak, akik nem csupán évek, hanem akár évtizedek óta szolgáltak már, tehát jelentős harcféli tapasztalatuk volt, ami egy modern amerikai felszereléssel együtt komoly sikereket tudott hozni, hogy itt is láthatjuk egy észak-afrikai magrebi alakulat, ami éppen ugye átveszi az amerikai felszerelést, és Szent Tamás boldogok, hogy végre harcolhatnak, meg sikeresek, ami korábban nem volt jellemző 1944-ig a francia hadsereg tagjaira. És itt jön az az érdekes epizód, amelyet beígértem, és amiért érdekes volt ennek a haderőnek nem csupán a teljesítménye, hanem az etnikai összetétele is, hogy 1944 nyarán, tehát amikor már úgy lehet látni, hogy az európai hadműveletek sikeresek lesznek, az amerikai parancsnokság, amelyhez ugye azért a francia haderő beosztottként tartozott, ezt ne felejtsük el, olyan leiratokat kezdett el küldözgetni a francia hadvezetésnek, hogy amerikai mintára szegregálni kéne az alakulatokat, hiszen az amerikai haderőben feketék és fehérek közös alakulatokban nem szolgáltak még ekkoriban. A francia hadvezetőség úgy tűnik, hogy ennek a nyomásnak, kérésnek, parancsnak engedelmeskedve elkezdi különválasztani a gyarmati alakulatokat a tisztán anyaországi vagy fehér alakulatoktól, mondjuk ki, sőt, majd elkezdi kivonni őket az első vonalból. Itt akár a történetet le is zárhatnánk, ha ez lenne az igazság. De az igazság ennél egy picit összetettebb, tehát ezeknek a katonáknak nem az amerikai parancs, nyomás, vagy nem kizárólag amiatt kellett egyébként elhagyniuk a korábbi alakulataikat, illetve visszatérniük majd Afrikába, hanem valami más lesz mögött. Nézzük meg, hogy kiket is érint. Igazából, ami nagyon érdekes, hogy az észak-afrikai katonák, akit láttunk kicsit följebb is, tehát akik annyira nem lógnak ki, ha szabad ezt mondani, egy viszonylag európai közegből, közülük senkit nem fognak elküldeni, senkit nem fognak kivonni a hadszíntéről, és nem fognak visszaszállítani Észak-Afrikába. Kizárólag két gyalogos hadosztály tisztán fekete, tehát szubszaharai, tehát fekete-afrikai alakulatait és tagjait fogják leváltani, mégpedig úgy, hogy a soraikra minden esetben a franciaországi anyaországi ellenállás tagjait fogják majd betenni, és így körülbelül egy 20 000 embert fognak viszonylag gyorsan pár hónap alatt kivonni a franciaországi hadszintéről, majd pedig ugye a fent látható módon fogják őket behajózni Afrika felé, ami szintén egy hosszabb és nehezebb történet, de ennek részleteiben most nem megyek bele az időkeretek tiszteletben tartása miatt.
A hivatalos indoklás a katonák felé az volt, hogy hát itt viszonylag nehéz hideg időjárási körülményekre kell felkészülni, hegyekben kell majd harcolni, és hát ehhez ezek az afrikai alakulatok nem lesznek alkalmasak, ezért hát egy ilyen katonai indokkal támasztották alá azt, hogy ők miért nem maradhatnak. A valóság azonban ettől jelentősen eltérő volt, mert úgy tűnik, hogy volt egy sor olyan indok, amit nem lehetett a nyilvánosság elé tárni, de mégis motiválta a francia parancsnokságot, sőt a francia politikai vezetést. Az első ezek közül úgy tűnik az volt, hogy elkívánták kerülni azt, hogy ez a gyarmati haderő túlságosan keveredjen a helyi francia lakossággal, akár itt gondolhatunk romantikus kapcsolatokra, de olyan szinten is, hogy akár az anyaországi elvek, jogok és mindenfajta más ilyen ismeret az túlságosan, ha fogalmazhatunk így, nagy hatalmat megfertőzze a fekete afrikai katonáknak a gondolkodás módját, hiszen az nem lenne szerencsés példa a hazatérésük után, hogy mondjuk egyenlőséget, meg szabadságot, meg testvériséget követelnének. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ezek a katonák, bár a harcmezőn nagyon fegyelmezettek voltak, amint pihenő időt kaptak, akkor már sokkal szabadosabban viselkedtek, így meglehetősen sok büntetést kaptak a kimenő alatti viselkedésükért, és nyilván ennek is gátat kívántak szabni. Ami ennél sokkal jelentősebb volt, hogy az amerikai parancsnokság nem vállalta az anyaországi ellenállóknak a felszerelését, tehát az ő fegyvereiket csupán a fekete alakulatok lerakott vagy beszolgáltatott fegyvereiből tudták ellátni, ami azt is jelenti, hogy gyakorlatilag itt ezeket az ellenállókat politikai érdek volt bevonni a közös erőfeszítésekbe, és hát nyilván parancsnoki rendszer alá vonni, hogy ne a saját fejük után menjenek, amihez így kellett felszerelést és fegyvert találni. Valamint úgy tűnik, már ekkor volt egy olyan szándék, mint láttuk az egyik nyitóképet, hogy ez egy nemzeti történet legyen. Tehát itt franciák szabadítják fel Franciaországot, ebből pedig kilógnak a túlságosan színes jellemek. Annak ellenére egyébként, hogy azok a kisebb kötelékek, amelyek megmaradtak a 44-45-ös hadjárat idejére, rendkívül jól helytálltak. Itt például a vogézekben lehet látni egy gyalogos járőrt. Tehát ez a katonai indok nem állta meg a helyét, tehát egyértelmű, hogy ez nem volt egy reális kritika ezzel kapcsolatban. És az előadás összefoglalása rá is térve szerintem, így az idő tiszteletben tartva, azt lehet mondani, hogy ha megnézzük ennek az időszaknak ezt a speciális aspektusát, akkor itt a gyarmatok és a gyarmati haderő egy kiemelten fontos szerepet játszott a francia haderő újjászervezésében, majd pedig annak második világháborús szerepvállásában, többek között egyébként a Hanyaország felszólításában is, nyilván a szövetséges kötelékek keretein belül, majd pedig, hát azt lehet mondani, hogy némiképp hálátlan módon, inkább politikai sem, mint katonai okokból az ő szolgálataikat megköszönték, őket hazairányították, de a továbbiakban is volt ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly tartózkodás a francia politikai vezetés részéről, hiszen itt ugye nagyon komoly gyarmati függetlenségi harcok fognak kirobbanni mindjárt a második világháborút követően, ahová nem akarják ezeket az alakulatokat bedobni. Évekig megy erről a vita, de végül is nem tudják őket nélkülözni, úgyhogy jelentős késésre ugyan, de majd Indokínában is például föl fognak ezek az alakulatok bukkanni, de ez gyakorlatilag a 44-es problémáknak egy jelentős továbbélését mutatja, ami talán egy érdekes és kevésbé ismert epizódja Franciaország második világháborús történetének. Én ezzel a gondolattal köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Bene Krisztiánnak az előadását. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Főleg az, hogy a francia alakulatok kiveszik a részüket Olaszország, Franciaország felszabadításából, meg Németország megszállásából. Ugyanakkor ezeknek az egységeknek gyakorlatilag nem német katonák, illetve nem francia katonák voltak. Szóval, hát automatikusan beugrik az idegen légió, automatikusan beugranak az ezzel kapcsolatos történetek. No, kérdés, észrevétel, hozzászólás. Várja nagyon, Krisztián. Így van. Ha tudok válaszolni, persze.
Volt olyan példa, hogy nem sikerült? Igen, hozzá szeretném. Hát, akkor bevallom, ha nem tudom a választ, de majd utána a következő alkalommal. Ős tartna mási a szó. Igen, nagyon izgalmas volt az előadás. Én olyan dolgokat hallottam, amelyeket korábban nem ismertem. A kérdésem tulajdonképpen közvetve kapcsolódik az előadáshoz. Nagyon sok francia katona német fogságba esik. Nem tudok számot mondani. 1,6 millió. Igen. Na most a németek hogyan kezelték a francia hadifoglyokat, a gyarmati francia katonákat? Mennyiben választották el azoktól a francia katonáktól, akik úgymond fehérbőrűek voltak, és a gyarmati katon, és az amúgy elválasztott gyarmati katonák között tettek-e különbséget a hadifogoly táborokban? És itt csak meg szeretném említeni, hogy a francia hadjáratról készült német híradófilmek hangsúlyozzák, hogy a francia haderő ben sok hát gyarmati katona van, és ezt mindenképp a lehető legpejoratívabb értelemben használták. Tehát a német propaganda épített arra, hogy a francia hadsereg az tulajdonképpen hát nem egy igazi európai hadsereg, és itt franciák hát színes bőrűeket küldenek ki a frontra, hogy megvédjék őket. Mi történt ezekkel a katonákkal a német fogságban? Köszönöm szépen. Egyébként nagyon érdekes annyiban, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy a 36-os berlini olimpián teljesen rendben volt a televízió közvetítés, addig a pillanatig, ameddig Owen nem szerez 4 aranyérmet. És akkor kiderült, hogy ő színesbőrű, attól a perctől kezdve gyakorlatilag leáll a közvetítés. És hát eléggé kellemetlen helyzetekbe került az Olimpiai Bizottság. Igen. Szerintem legyen a Krisztián válaszol, aztán közben jönnek a kérdés. Jó, köszönöm szépen. Hát ugye itt a helyzet nagyon speciális, mert hogy a német hadsereg különösen egyébként azután, hogy Péter veszi át ugye a kormányfőséget, egy nagyon-nagyon-nagyon arányú hadifogoly ejtés fog megtörténni, mivel Péter elköveti azt a hibát, látszik nem rutinos politikus, hogy előbb jelenti be a fegyverszüneti tárgyalásokról való döntést, mintsem a fegyverszünetet megkötnék. Mivel az ugye kimegy a nagyközönségnek, a katonák többsége azt hiszi, hogy vége van a harcnak. De ugye a németek nem tudnak erről, tehát ők mennek tovább, és ejtik fogjuk azokat a francia katonákat, akik egyébként ő rendezett alakulatként felszereléssel harcolhatnának is, vagy visszavonulhatnának. Ez azt jelenti, hogy a francia haderőből ekkor 1,8 millió került hadifogságba, de aztán ugye ezek ilyen frontlágerek, meg mindenfajta más történet, tehát nagyjából végül is Németországba 6 millió fő fog kikerülni. Ugye, mint láttuk, azért itt az észak-afrikai haderőben a gyarmati alakulatok messze nem olyan számba vettek részt, ugye jeleztem is az egyik ilyen kb. 80 ezer főt dobtak át Észak-Afrikából, meg hát nyilván voltak itt légiós alakulatok, stb., de hát ők nem a gyarmati közegből töltötték föl egyébként a soraikat, csak nyilván a gyarmati haderő kötelékében szolgáltak. De gyakorlatilag itt azért volt egy több tízezer fős olyan színesbőrű katona, hát akik a németeknek ugye fogalmazunk így, hogy a világképében nem fértek bele. Ez azt jelenti, hogy míg a francia hadifoglyok döntő többségét, nyilván voltak tiszti táborok, legénységi táborok, stb., és szétdobták őket így a birodalomnak a teljes területén. Tehát, hogyha akárcsak gondolunk ugye a Magyarországon internált francia hadifoglyokra, ugye akikkel Bajami Lázár rendre is foglalkozott, vagy Lagzi István Szegedről, picikét én is, ugye ők mindenhonnan jöttek. Tehát gyakorlatilag Galíciától kezdve nagyon sok helyen voltak olyan táborok, ahol franciák voltak, és ezeken belül itt volt egy nagyon komoly egyébként szegregáció a németek részéről, akik hát ugye nem igazán tartották semmire a színesbőrű, és elsősorban egyébként a fekete-afrikai, tehát a nagyon látványosan eltérő rasszú embereket, tehát őket külön választották, nyilván sokkal rosszabb elbánásban részesültek,
és igazán még arra is voltak ilyen információ morzsák, de ezt most nem tudnám megősíteni, hogy tényleg igaz-e, hogy ugye adott esetben őket még így vizsgálták is, már ahogy ebben az időszakban, hogy a német orvosok szoktak hadifoglyokat vizsgálni, mert hogy ugyanakkor egyrészt alsóbrendűnek tartották őket, de azért tudjuk jó, hát az atlétákból kiindul, vagy a pont az említett példa is, Jesse Owens, hogy a fizikai adottságaik, hát azért általánosságban rendkívül jók. Tehát, és erre egyébként a fekete-afrikai francia hadifoglyok egy viszonylag jó, hogy is fogalmaznak, hogy vizsgálati terepet biztosítottak, de szervezett esetleges az életükre törő kísérletekre, vagy kivégzésekre, vagy ilyesmire nincsen igazából információ, de hát nyilván egy hosszú hadifogság rossz körülmények között valakinek nem szokta meg az éghajlatot, az önmagában is azért eléggé nagy igénybevételt jelent. Tehát, hogy ez egy számukra egy teljesen más történet volt, mint az anyaországi vagy fehér francia katonák számára. Ez egyértelmű. Kösz. Én szeretnék hozzászólni, csak nem... Frank Tibori az... Igen. Azt szeretném fölvetni, hogy ugye nem csak a franciák használták föl a gyarmati vagy volt gyarmati katonaságot az európai háborúban, hanem a britek is, ahogyan az amerikaiak kezdték bevetni a fekete bőrű lakosságot is a katonaságukba, és még egy kicsit tágítva ezt, de sok ellenőrzésre szorulna ez, hogy itt mindig arról beszélünk, hogy az oroszok bejöttek Magyarországra. A valóságban ugye a harmadik és a negyedik, később a második ukrán front jött be ide, és hát Közép-Európába általában is, és elsősorban ukránok harcoltak. Maga Malinovszkij marsal is Odesszában született. Én csak azt vetném föl ilyen nagy óvatossággal és általánossággal, hogy érdemes lenne kutatni, hogy milyen mértékben használtak föl nem fehér, nem keresztény embereket a keresztény Európa visszafoglalására a nagyhatalmak. Részben szükségből, mert nem volt elég saját hadseregük, részben talán meggondolásokból is. Erre ez a francia példa egy nagyon jó kiindulási pontot adna egy ilyen nagyobb szabású vizsgálatra, és én csak nagyon kíváncsian várnám, hogy van-e. Szóval, hogy ezt lehet-e így fölvetni ezt a kérdést, és lehetne ezt valahogyan kutatni. Köszönöm szépen. Mit kérdezhetnék ehhez kapcsolódva? Természetesen, Pritznál. Krisztián, nagyszerű előadásodról azt szeretném kérdezni, hogy tudod-e, hogy mit csináltak a franciák 1945. május 8-án Algériában? Bocsánat, az elejét nem hallottam, elment a hang. Igen, most már hallod? Most jó, most tökéletes. Igen, azt szeretném kérdezni, a Frank professzor kérdéséhez kapcsolódva, tehát fehérek, feketék, keresztény, stb., tudod-e, hogy mit csináltak a franciák 1945. május 8-án Algérban? Hát most nem vagyok biztos benne, hogy ez pont aznap volt, de én úgy tudom, hogy az algériak részéről nagyon komoly függetlenségi követelések voltak, aminek a vége egy nagyon-nagyon-nagyon kemény tömegközi lövetés lett, ami egyébként meg is alapozta a későbbi függetlenségi háborút. De jó. Azt most nem merném megmondani, ezt most pont Én megmondom, akkor megengeditek. Kihasználva azt, hogy az egész világ arra figyelt, hogy legyőzték Adolf Hitler birodalmát, 30 ezer algériait lemészároltak a francia barátaink, és mai napig nem hajlandó kezé bocsátot kérni. Volt alkalmam Algírba beszélni egy olyan meglehetősen tehetős párral, akinek a szüleit mai napig igazából nem találják, de a franciák gajdeszolták le ekkor. Tehát ennyi ahhoz, hogy a nemzeti történetet, ha nem nézzük óriásira, akkor milyen bajok származnak. Egyébként ez nem érintette az előadásodat, csak a Tibornak a fölvetése tette, indokolta azt hiszem az én kérdésemet, megkérdésemet. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Én csak annyit tennék hozzá, hogy pont egy franciaországi konferencián került elő, ami szintén meglepődtem, tehát hogy mennyire nem vizsgálják ezt a témát, és mennyire
gyakran szűnyeg alá van söpörve, pedig fontos, és sok idő telt el, hogy Franciaország sokáig nem is ismerte el, hogy Algériában háború zajlott, tehát hogy függetlenségi háború. Ők csak úgy hivatkoztak erre, egészen közelmúltig, hogy az algériai sajnálatos események. Egy 8 éves függetlenségi háborúról. Tehát ez azért azt hiszem már önmagában jelent valamit. Úgyhogy a Kámilnek az kétarcú arcát ismered ebben a vonatkozásban, hogy míg zokog értünk, hogy a szovjetek itt mit műveltek, azt mondja, hogy Algéria az az ő belső megyéjük. Külső megyéjük. Igen, a három tengeren túli megye. Igen, aranyos. Köszönöm. Igen, másodosztályú állampolgárokkal tegyük hozzá. Igen. Úgyhogy igen, tehát a francia gyarmatpolitika egy hihetetlenül érdekes, izgalmas téma, és nagyon sokat elárul ennek a témának a franciaországi recepciójáról, hogy a legjobb szakmunkákat angol száz szerzők írták, amiket a franciák is elfogadnak, de ők ezeket nem írták meg, nem akarták, nem tudták, nem lehetett, nem tudom, de nem is volt rá szándék, tehát hogy ez egy ilyen sötét fejezet igazából valahol, tehát a francia történelemben, tehát igen, én is a kétarcúságot maximálisan elfogadom és elismerem ebben a témakörben, mert hogy otthon ugye van szabadság, testvériség, egyenlőség, hát a gyarmatokat meg ugye használjuk ki a lehető legjobban, cserébe inkább nem adunk semmit, hogyha arra van mód. Tehát ezek nem szép történetek, de éppen ezért kell velük foglalkozni, úgy gondolom. Természetesen, messze menne egyetértek, persze. Egyébként amikor 1960-ban Algériában ugye voltak a erőteljes felszabadítási harcon, a kolumbumbaik nagyon erősen hivatkoztak erre a mészárlásra. Igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy a francia közlem is mennyire megosztott, hogy ugye itt gyakorlatilag már ugye 58-ban De Gaulle-nak a hatalom kerülése már egy ilyen puccsfenyegetés árnyékában történt, majd végülis ez a puccs egy kisebb formában De Gaulle ellen történt meg. És az egész az gyakorlatilag Algéria körül forgott, tehát hogy ez a történet hány szálon fűződik össze, és ugye hát ezek a szereplők vagy még élnek, még ha nem is fiatalok, vagy ugye nagyon sok olyan ember van, akit ez érint viszonylag közelről. Ugye itt pont egy nagyon-nagyon releváns film címe is ugye a chatben, nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy ezek érzékeny témák. Tehát a mai napig ható módon, mint ahogy egyébként említettem, hogy 40-44 is ugye egy ilyen sötét fold a francia történelemben és történetírásban. Én úgy gondolom, hogy ezeket izgalmas vagy érdemes kutatni, mert hogy a többit azt nyilván úgyis viszonylag sokan már körbejárták. Itt azért még szerintem lehet egy-két részletre és ha már itt ideiratott az algíri csata, akkor ugye ez a Ponte Corvónak a filmje, ez egy olasz film, ugye, és itt lényegében azért az olasz nacionalizmus eléggé szépen odadörgölt a franciának, mert ez nem sokkal a Eviani egyezmény után született, és tényleg ez egy nagyon nagyszerű film. Nagyon nagyszerű film. 65-ben csinálta. És amikor kérdeztem, mert alkalmam volt beszélni a főszereplővel, aki most már 90 éves, és mondta, hogy önösre lassan az Allah-ra fog találkozni, és valami 40 halottal kell neki elszámolni, mikor annyi embert gajdeszolt el a háborúba, akkor azt azért elmondta, hogy ő gyakorlatilag na, ma se tud rendesen franciául, mert az a francia iskola, ahol ők tanultak, ott ők egy hátsó ajtón mehettek be, és lényegében nem tanult meg franciául. És igen. Azt mondták, és amikor beszéltem egy geopolitikusokkal, akkor azt magyarázta nekem, amikor én ne akarjam magyarázni a franciáknak a civilizációs szerepüket Algériába, mert ők addig voltak viszonylag jól, amíg itt a törökök voltak. Az 1830 volt. Igen. Bocsánat, itt azért azt azért mondanám, hogy néhány évvel ezelőtt egykori Bugyi intézetben volt módonban néhány algériai kollégával beszélgetni, akiknek az alapmondatuk az az volt, mindkettőjüknek egymástól függetlenül, hogy mennyivel pozitívabbnak és mennyivel civilizáltabbnak élik meg visszamenőleg az Algéria francia kori történelmét, mint az Algéria úgynevezett függetlenségi korszakának a történetét. Igen. Tehát itt azért a manapság viszonylag keveset szokás arról beszélni, hogy ahogy
Magyarországon is, meg egyáltalán mindenütt Kelet-Európában alapvető élmény, hogy annál rosszabb nincs, mint amikor ezek az országok függetlenné válnak, mert a helyi elit rászabadul itten az országra, és sokkal jobb, hogyha valamilyen birodalomhoz tartozó, stb. Ez ugyanannyira élmény ezeknek a hát westernizálódott algériaiaknak, tunéziaiaknak, marokkóiaknak, stb. Tehát számukra maga a pokol, amikor a helyi elitek átveszik a hatalmat, iszlamizálnak, stb. Stb. Tehát biztos fontos dolog a kulturális, korrektség nevében szidalmazni a francia megszállást, de azért ez is hozzátartozik a dologhoz. Igen, de ha szabad válaszolnom, úgy gondolom, ez egy dekolonizációs jelenség, aminek azért nagyon széles amplitúdon mozognak a hullámai. Tehát ha megnézzük például ugye a volt belga gyarmatot, mondjuk Kongót, tehát ugye ott tudjuk, hogy a népirtásokba torkollott, meg ugye a polgárháborúk sora, pedig ugye az a történet is most már ugye 60 éves, és hát nyilván voltak olyanok, ahol ez kvázi ilyen gentleman agreement-tel picit jobban tudott működni, és a kettő között gyakorlatilag minden. Tehát én úgy látom, hogy azért ehhez a jelenséghez kapcsolódva ugye nyilván befolyásolja a helyi közeg is, meg hát nyilván egyébként vannak kötődések, meg annak ellenére, hogy nyilván nem mindenki jutott hozzá, ugye a kultúrához pont tavaly voltam egy konferencián az invalidusokban, Párizsban, és egy nagyon kedves tunéziai professzora, az ottani bölcsészkarnak a dékán emeritusza tartott előadást, és mondta, hogy náluk például a levéltári anyag mai napig franciául van vezetve. Mert hogy ők azt szokták meg, a levéltárakat a franciák hozták be, és egész egyszerűen az a hivatali iratanyag, aminek ugye beszolgáltatási kötelezettsége van és bekerül, azt a mai napig a közhivatalok franciául vezetik. Pedig hát ugye Tunézia egy viszonylag békés módon leváló része volt ennek a gyarmatbirodalomnak, és nem is a legerősebb frankofon ország, tegyük hozzá. És mégis, tehát azért mondom, ennek nagyon sok különböző árnyalata van, amit én is ilyen kis morzsából rakok össze, nekem sem ez a fő kutatási területem, de hihetetlenül izgalmas. Nagyon szépen köszönjük!